A lányokban, a srácokban munka volt, munka van, így a néhány héttel későbbi vízreszállás a szokásosnál nem jelent komolyabb lemaradást a további fejlődés, illetve formába hozás szempontjából. Népszerű a kajakkenu Szekszárdon, a 10 éves klub edzéseit még nem látogatták ennyien, mint most a 2020-as idény megkezdése előtt. Közel 80 versenyengedélyt vált ki a klubunk, a szabadidősökkel együtt több mint 100-an járunk le már edzeni, de ettől függetlenül azt is büszkén mondhatom, hogy maradtak felnőtt versenyzőink, és látom, hogy a felnőtt korosztályban azért még igen sok munka kell ahhoz, hogy odaérjünk, de én bízom benne, hogy mind a maratoni szakákban, mind pedig előbb-utóbb az olimpiai számban is kiemelt eredményeket fogunk elérni felnőtt korosztályban is. A lányoknál akár már jövőre is, mert ahogy az eddig nemzetközileg is igen sikeres Nagy Viktória, Korsó Zsófia, utolsó éves U23-as, úgy szintén az utánpótlásban remeklő Bartos Zsófia is magában hordozza a felnőtt korosztályban remélt későbbi sikereket. Akik egyesben, párosban, itthon és nemzetközi porondon is dobogó esélyesek valamennyi kiemelt hazai és nemzetközi versenyen. A fiúknál viszont újra kell építkezni Jámbor Attiláéknak. Tekintettel arra, hogy tanulmányi okokból távozik az egyesülettől a korábbi ifjúsági Európa-bajnok és VB bronzérmes Bodnár Balázs, Horváth Ádám páros, hasonló okokból Merz Marcelre sem számíthatnak a későbbiek során. Minden versenysport, főleg az egyéni sportoknál ott nagyon látszik, hogy a végére csak egy-egy versenyző marad minden csoportból, és hát ha az marad és kitartóan dolgozik, akkor bízzuk benne, hogy el is ér kiemelkedő eredményt felnőtt korosztályban is. A fiúknál igen, a Szekeres Zsolti még az U23-as korosztályban próbálkozik, én bízom benne, hogy előbb-utóbb sikerül neki kijutni egy nemzetközi versenyre, és ott mondjuk helyt is tud állni. De ezt mindig a jövő mondja meg az adott helyzet, hogy mi lesz. Dolgozunk keményen, az biztos. Nagy Viki a klub 10 éves történetében a legeredményesebb versenyző, egyéniben párosban is több érme, köztük arany is van, Európa-bajnokságokról, világbajnokságokról, utánpótlás korosztályban. Tavaly U23-ban egyéniben negyedik lett a kínai VB-n. Azt mondja, nem feltétlenül csak rossz az ő jövője szempontjából, hogy nincsenek és bizonytalan időpontúak a megszokott versenyek. Nem ijedtem meg ettől, hanem inkább ugyanúgy a jövőre tekintettem, hogy én építkezem folyamatosan, és az én versenyem az 2 év múlva fog mondjuk eljönni, vagy lehet több, lehet kevesebb, nem tudja az ember, de én igazából egyáltalán nem ijedtem meg ettől. Örülünk, hogy lesz verseny, folyamatosan jönnek egyre jobb hírek, ugye így nem fogunk unatkozni, meg hát elég nehéz lenne úgy végig nyomni egy szezont, hogy nincs versenyünk, mert azért én például pont olyan versenyző vagyok, akit a versenydruk, meg a versenyek így inkább előre visznek, meg edzenek. Úgyhogy azért nekem sem volt ez olyan jó dolog, de nem ijedtem meg egyáltalán. Kellemes gond a bőség zavara, hogy 3-as versenyfutás alakult ki a párosért egyesületen belül, közte Korsó Zsófia és Bartos Zsófia között. Izgalmas házi versenyek a láthatáron. Én ültem együtt a Bartos Zsófival is páros, tehát mind a kettő egy visszatérő páros lenne. Az is opció, hogy ők ketten ülnek össze párosba. Ezt a teljesítmény fogja eldönteni. Pontosabban nem az egyéni teljesítmény, hanem a páros teljesítmény. Gondolom lesznek hanem időrevezések, vagy ilyesmi, ahol kiderül az, hogy melyikünkkel passzol jobban. Technikailag is. Igen, meg gyorsaságilag, meg mindenhogy. Ez meg kiderül, nem tudjuk. Ennek a versengésnek a győztese jó eséllyel pályázhat arra, hogy eljusson újra Európa-bajnokságra, és valamilyen szintű érmet nyerjenek ott. A szekszárdi kajakkenu esélynél a folyamatos építkezés fontosabb, mint egy-két versenyző pillanatnyi sikere különböző utánpótlás korosztályokban, emlékeztet Jámbor Attila.